Hello mindenkinek, ez itt a Spooktober. Egyben a The Suffering végigjátszásának hetedik része, ahol jönnek megállás nélkül a patkányok. És most a Szennyvíz csatornában kell találkoznunk majd Horace-szel. Én szerintem most átváltok a Tomigánra, mert ez így nem lesz jó. Szóval Horace-szel kell találkozunk, és ő vele lesz az első boss fight, reményeim szerint. Megpróbálok ide fölmászni, és a legfelső emeletre menni. Igen. Víztározó. Ó, a vízbe fut, gyerekem. Hoppá! Ott volt egy szörny. Ja igen, semmi, nem hat rá a golyó. Csak vágóeszközzel lehet megtámadni. Tehát vagy a golyó, vagy pedig a dobófegyverek, tehát mint a TNT vagy a Molotov koktél, de inkább az utóbbi. Inkább a Molotov koktélt használjátok, mert ezzel még a patkányokat is megöli. Mérgezett mukik, meg jól láttam, kukacok is voltak. Most a játék kezdett egyre jobban szivatósabbá válni. És méghozzá könnyű fokozaton játszok természetesen. Ó, van pirula. Na, így ugrásból el se kapott a méreg. Ez biztos valami fegyverraktár lehet, mert itt még régi ágyúfeje, lő. Warheadek vannak ugye ezek az ágyú töltetek. Most azt csinálom, ezeket elhúzom. Mert itt hátul van egy olyan rész, amiket így tűzoltóbaltával el lehet távolítani, és jóformán én most egy ajtót tudnék kinyitni ezzel. Egy újabb benzines kanált találtam egyébként. Aha, most úgy kell beállítani a zárakat, hogy... Ne. Jó, van. Oké, azt hittem örökre ott akadok be, akkor megörültem volna. Lehet piciket is változtatni. Aha.
Így van, teljesen kinyitottuk az ajtót. Most tudunk tovább haladni. És elvileg szerintem most visszaértem ahhoz a részhez, ahol egyszer már voltam. És akkor nagyjából már vágom is, hogy mi hol, hány méter. Aha, ennek ilyen tükröződését láttam, emlékszem. Igen, ott a lyuk, ahova nem tudtam bemenni, mert azt hittem, hogy az plusz hely. Megállás nélkül jönnek a patkányok, mert érzik a veszélyt. Itt van még shotgun töltény, de ez most nem fontos, illetve nézzük meg ezt a két szekrényt. Ó, be vannak zárva a slayerök. Igen. Itt egy villamos, egy szék, nem villamos szék, csak egy ilyen záró, lecsukhattat, egy ilyen kínzó szék. Ezt le kell nyomni, és akkor elvileg kinyitjuk a kaput, de azokat is kinyitjuk természetesen. Nem nyitotta ki? Evel, ez is egy visszaemlékezés volt. Nem nyílik ez az ajtó. Akkor erre felé tudok haladni. És itt volt ez, ahol... Régi háborús emlékeink. Jön a nagy melák. Tehát arra nem tudok menni, viszont akkor errefelé tudok menni. És most mondom, hogy ugyanoda kerültem vissza, ahol itt volt ezek a háborús emlékeim, most újabb háborús emlékek törtek vissza. Igen, szóval itt már voltunk, úgyhogy így van, gyerekek, ahogy mondtam, és emlékeztek? Ez volt a második pálya. Ugye itt próbáltam kinyitni az ajtókat, ugyanúgy nyitva vannak ezek, amiket már kinyitottam, ugyanitt van a láda, ami tolható volt. Itt van ez, amit egyszer már fölrobbantottam, itt is ugyanazok a cuccok megmaradtak, ugye ezt kellett tolnom, hogy ott az ajtót kinyissam. Ez is üres már. Illetve most vissza tudom menni ahhoz a részhez, ahol annó egyszer megpróbáltam fölmászni. Igen, igen, itt van. És akkor csinálok egy mentést, és akkor megmutatom, hogy miért volt ez érdekes. Ugye egyszer meséltem róla még a legelső részben, hogy ha itt fölmászunk, akkor egy nagyon értékes cuccot lehet összegyűjteni. A gonzó puska, ami nem más, mint egy csirke, és ez az egyik legerősebb easter egg fegyver a világon, mert egy lövéstől kimúl az ellenfél, bármilyen is, bármi legyen is az. Hadd most demonstráljam nektek majd egy pillanatra. Igen, most itt vagyunk a túloldat, itt kell tovább haladni. Itt vannak villanógránát, ez a flashbang. Igen. Itt szedtem le először a marksman-t. Mondom, hogy visszajönnek az emlékek, úgyhogy nagyon jól jegyezzétek, amikor először játszottok ezzel a játékkal, hogy amit az első pályán végig toltok, azt végig tolhatjátok majd itt is. Így győztem le az első Slayert. Ugye itt volt a fúrógép, ami kikapcsolta az áramot. Minden visszatér, gyerekek. Tehát, mondom, tényleg visszamegyünk. Aha, itt volt a legelső alkalom, amikor a Marksman legyőzte az első áldozatát. És itt van Horace. Folyamatosan figyelmeztet minket, és most ők nyitottak ki ezt az ajtót, és most itt kell tovább haladnunk. Na. Most hát, ha be tudom demonstrálni nektek ezt a nagyszerű fegyvert.
Vagy nem. Majd a következő pályán ez a 15. pálya. Igen, 15. pálya. Ez a szemed szemér, de kilát ezután. És most itt lesz egy újabb karmapont lehetőség. Meg kell védeni az őröket a támadóktól. Úgyhogy... És most visszatértünk a börtönbe. Valaki nagyon szenved. Ha itt szedtem fel annó cuccokat, meg itt mentem annó tovább a izébe, ugye emlékeztek lefele, a legelső pályán. Itt van a gőz, ami ugye ott nem lehetett tovább menni. Ez már nem nyílik, ugye annó még nyitva volt. Most Horészről kaptam képeket. Itt van a kínzó részleg. Ugye itt találkoztunk legelőször Horészszel. És ugye... Oh no! It's back! It's starting again! It never stops! Hermész bántalmazta egyfolytában. És most ez lesz az első boss fight. Ja igen, most támad, így támad ránk. Aha. Aha, ezeket a sok véveket kell kikerülni. Második boss fight egyébként, ugye Horész ellen. Aha, tehát ki kell kerülni a sok véveket, és ezeket kell elpusztítani. Ugye volt egy sejtésem, még emlékeztek a legelső pályán? Erre is vigyázni, mert ez... Ez állandóan meg akar támadni. Most már kettő van, úgyhogy vigyázzatok. Nem is emlékszem. Én azt hittem csak négy van, de nem, öt darab van. Au. Nem akartam átváltozni. Bocs, mellé nyomtam. Ez az, amikor az X-et meg a C-t egymás mellé rakod az életet meg a berserker módot. Szerintem mi lapuljatok a falhoz, és akkor nem fog bántani a izé a... De erre is vigyázzatok a villanyboxra. Mondom, vigyázni a villanyboxra! Hát, menj a francba. Jó, dögöljé meg. Na, és akkor ezt föl kell nyitni, és akkor legyőztük. Na, és akkor elvileg Horészet legyőztük. És hát megszabadítottuk a kínszenvedésétől, amit Hermész okozott neki. És a múltat legyőztük. És akkor az archívumban ugye begyűjtöttük Klemet. Őt meg is tudjuk nézni. Szemlapozok. Ugye itt van az akasztott, a földféreg, a fekélyes. És itt van... Killjoy Doki. És itt van Horace. És akkor szerintem ez az oldal lesz majd még Hermész is. Mert igen, ővel is fogunk találkozni. És akkor van még 1, 2, 3, 4... négy oldal, de ezek nagyon érdekes oldalak lesznek, attól függ, hogy hogyan fejeztük be a játékot, mert ezek csak akkor oldódnak föl, úgyhogy még egyszer mentünk, ez volt az első, ez volt a második boss fightunk, legyőztük Horészt, most hát úgy legyőztük, hogy megmentettük őt, a lelkét, vagy valami ilyesmi, és akkor a visszafele haladunk. Aha, itt fölgyújtották a cuccost. Bocs, hogy folyamatosan mentek, de most nem tudom pontosan az a rész, mikor jön az a rész, amikor segíteni kell az őröknek, mert ez az egyik karmapont, hogy lesz egy csomó biztonsági őr, és őket kell megmenteni a izéktől, a szörnyektől, és a szörnyeket kell legyőzni.
És itt van egy szomszédnyira Hermész a mérgezős cuccal. Most arra vagyok kíváncsi, hogy őt hogy kell majd legyőzni. Vagy ő csak, még csak fenyegetőzik. Na vagy őt is le kell majd győzni, természetesen. Erre még nem emlékszem, erre a nagy lépcsőre. Ez nem nyílik. Láttátok, meg kellett várni a lövés animációt, és csak azután tudtam átváltani a perspektívát. Ó, oh, hello! Itt volt még ez a legelső hely, ahol az első cuccainkat össze tudtuk gyűjteni. Itt kúsztak be ugye anno a szörnyek. De most hál' Istennek nem esett be, nem jött be egy kutya, mint a Resident Evilben, de majdnem arra akart sugalni. Itt volt a legelső pálya, ahol anno voltunk. Ugye itt beszélgettünk Carmen-nel telefonon, itt a fürdő. Mondom, visszatértünk az indulás kezdetéhez. Ki is írta még a izéket, az instrukciókat még. Ja, kiszabadítalak. Nem tudom kinyitni. Francba. You wouldn't hurt us. Nem bántanálok, hát persze, hogy így van, de... Most miért... Dad, I'm over here. Ó, másik fiam, szervusz. So bad, I guess. I just wish you'd always been there, you know? Na, most egy kicsit bíznak bennem a srácok. Carmen, hol vagy? Te is kell lesz. Ott vagy, szervusz. Something broke in you in that group home, T. And I didn't have enough time to fix it. There's beauty in you. I could always see it. Stay strong for me, okay? Na, már kezdenek bízni bennem, mivel a jó karma van bennem. Majd kezdenek bízni bennem. Na, ez jó, ez jó, ez jó, ez jó. Rávilágítani, hogy... Killjoy. Killjoy diagnózisa. Ez Killjoy adta nekünk. Nagy társaság van. Hello, kapsz egy kis tüzet. És még a Slayer hullájára is ráment, ez jó, ez jó, ez jó. Na szóval! Szóval Killjoy-tól kaptuk egy diagnózist, és befagyott. Rohadjál meg! Na. Itt van Killjoy diagnózisa. Karnéti pszichitá... Pszichiátriai intézet, elítélt korlapja. Betegneve Tork, tartam folyamatos és tartós. Elmeorvos Dr. Killjoy természetesen. Persze, ezt ő írta, a diagnózis. Téveszmés, paranoid, tudathasadásos és személyiségzavar, enyhe személyiségzavar. Így van, skizofrénia, meg ilyesmi, mert teljesen ki van akadva miatt a gyilkosság miatt, mert most azt gondolja, hogy ő tette, holott nem ő tette, attól függ, hogy milyen karmákat gyűjtünk, egyébként ezt mondtam az elején. Állapot leírása. A páciens téveszme alatt áll, amely szerint nagyfokú stressz és vagy fenyegetettség hatására. Ténylegesen egy förtelmes teremtményé alakul át. Természetesen mindez az elméjének szüleménye sosem veszti el emberi formáját. Tehát ez az egész tudathasadás miatt van az, hogy szörnyé tud változni, látja a szörnyeket, meg ezeket a szellemeket, mint például Horészt, Hermészt, ne Killjoy Dokit, ugye a filmvetítőn át. Természetesen minden, igen, ez idő alatt tapasztalható döbbenetes erejét kizárólag a vegytiszta adrenalin a felelős. Igen, tehát ez a...
tipikus adrenalin, berserker mód, rage mód, mint már egyéb más játékokban, mint például a Doom-ban, ugye ha felveszük a berserker sisakot, vagy a berserker előtt, akkor konkrétan puszta kézzel lehet szétszedni a szörnyeket, illetve például a Dead Island-ben ugye mindenkinek volt egy saját fúriája, vagy haragja, mint például a pánkos hajú srácnak, volt részek hoki srácnak, ő például késeket tud dobálni, akkor van egy kínai csaj, aki recepciós volt a hotelban, a zombis hotelban, ő egy pengét vesz elő, és azzal hadonászik, akkor van egy Sambi nevű néger csávó, aki puszta kézzel üti a zombikat, aki vendég volt, és volt egy saját koncertje az éjszakai hotelpartin. Ő voodoo you voodoo bitch, sajnos copyrightos. Illetve van a néger csaj, ő meg biztonsági őr volt, és ő pedig elővesz egy revolvert, és konkrétan auto-aim-et használ. Tehát konkrétan minden lövése eltalál egy zombit. Na, tehát ilyen hasonlókra kell vagy számítani. És mi pedig szörnyét tudunk változni. A második részben ez a szörnyű változási mechanika, ez egy kicsit meg van csiszolva. Na, majd mindjárt majd meg fogjátok látni, amikor majd oda jutok ahhoz a játékhoz. Ugye itt volt az, amikor felszedtük a lámpát, meg amikor az első karmapontossal foglalkoztunk. Ne fussá! Ne fussá! Ne fussá, öcsém! Ne, itt volt a fürdőszoba, ahol először be lehetett jutni. Itt látok az első víziót, most újra láthatjuk. Igen, nem tudunk tovább menni. Hoppá. Na jó. Hopp, ez nem volt annyira jó ötlet. Én így gondoltam. Nem így gondoltam! Jó, abba hagyom az ugrálást, abba hagyom, és ha szeretnék haladni tovább, mert most már tökön tele van. Ugye itt volt az, hogy a gombot megnyomtuk, és itt tudtunk tovább haladni. És ugye itt kellett tovább haladni. Ki akar örökké tagadni? Ja, és itt van az, hogy meg kell védeni őket! Hát, ez nem jött össze. Na, gyorsnak kell lenni. De hát most miért nem volt jó? Elvileg karma pontot kéne kapnom. Most miért nem jó? Betöltés. Még egyszer. Ja, nem a rendőrök! Jaj, Istenem. De az... De volt valami bug, amivel a korláton keresztül is át tudtam dobni.
Mi a... Hogy sikerült megcsinálnom azt a bugot? Ezt addig csinálom, amíg ki rám nem jövök, hogy mi a francot kell csinálni. De ők ölik meg utoljára! Jó, akkor betöltés, Tommy Gun. Próbálkoztok ti is lőni a rohadt életbe! Hát segíteni akarok nektek! Hát nem igaz! Ez se jó, mert lekések, nem tudok gyorsabb lenni náluk. Vagy akkor azt csinálni... Átváltozok szörnyé, és megpróbálom így elkapni őket. Köszönöm! Most mondja, hogy köszönöm! Végre! Ez az! Ez az! Ez még durvább volt, mint Clemmy. Ez még durvább volt. Bocsánat, hogy így ki vagyok akadva, de hát... A sikerért meg kell fizetni. És úgy itt vannak ők. Na végre haladhatunk tovább, és azt hiszem ez a... Ez a 16. pálya, na haladunk a vége felé, gyerekek, hál' Istennek. És ugye én most ezen az oldalon jöttem át, ahol annó még nem tudtam, és ugye itt szedtem fel legelőször ugye a shotgun-t, emlékeztek meg itt a rádiótorony, amit nem tudtam megcsinálni. Most itt nem tudok visszamenni. Úgy látszik, semmit nem használ, úgyhogy nem veszem elő többet. Now, you bastards!
Megfeledkeztem, hogy náluk csak a robbanás működik. Na, most legyen elegem belőletek. És emlékeztek, ugyanitt ennél a helyszínnél változtam át szörnyé, léptem szintet, és megint léptem szintet, amivel elvileg most már robbanó sokvévet tudott alkalmazni. Tehát, hogy csinálok egy ilyen támadást, és akkor minden fölrobban. És igen, ezt lehet fokozni. Egyébként utána néztem egyébként, hogy mi történik, hogyha kifogy ugye az insanity-nk, ugye az őrületünk, és folyamatosan szörnyben vagyunk, és kifogyott, és folyamatosan csökken az energiánk most. Hát igazából nem az lesz, hogy meghalunk, nem szeretném bemutatni, igazából az lesz, hogy nem fogunk meghalni, hanem hogyha teljesen lement az életenergiánk, még szörny módban, akkor visszaváltozunk emberré, és Tork gyakorlatilag összerodjam, és elkezd sírni. Mint egy kisbaba, tehát mentálisan szétre fog esni, 100%-osan. Tehát majdnem az öngyilkosság szélén fog állni, és nyilván lehet, hogy ebből jön a halál, de mindegy. Na, ne légy büszke a halálra. Avagy miért hencegsz úgy halál egyébként? Na. Elvileg... Most két karma megvan. És akkor ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, és a következő részben, majd a 17. fejezetnél fogunk tovább menni, és majd a 18-nál lesz majd még egy karma pont. Amikor egy rabot kell majd kisegítenünk a világító toronyig. De ez majd a következő részben lesz. Most idáig szeretnék haladni, és a következő részben folytatjuk, és gyerekek, már csak 23 pálya van hátra. A következő részben, vagy két részen belül be fogom fejezni a játékot minél előbb, és ennek baromira nagyon örülök. Ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, nem sokára találkozunk. Sziasztok!